Csepeli György. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, az első órát együtt töltjük, és olvastam egy írását, így is mondhatom, az értékek ébresztése, ez a címának az írásnak. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol az értékekről. És rögtön a közepébe, ha már értéket elemzünk, ez a legújabb hír, biztos olvasta, látta, az Operaház kapcsán Ókovács Szilveszter lett az igazgató újból, nem kis intrikák árán, de Rost Andrea kitette a honlapjára, hogy akkor ő ezt köszöni szépen, de nem szeretne itt szerepelni, ifjabb harangozó Gyula hasonló, tehát két jeles művésze az Operaháznak. Nagyon régen tapasztaltam ilyet, hogy így kiálljanak valami ellen és valami mellett művészek. Művészekre mindig azt szokták mondani, hogy nekik ez a kenyerük, a megélhetésük, énekelni, szerepelni, játszani kell bármi áron. Ezek szerint nem bármi áron. Mit gondol erről? Hát ők a karrierjüket bizonyára fogják folytatni, nem féltem őket, és az, hogy kiállnak, amögött azért azt kell látni, hogy a saját érdekeiket képviselik elsődlegesen. Lehet, hogy ezen keresztül nekünk is jót tesznek, tehát ezért ezt nem nevezném mondjuk egy Dugonis Titushoz hasonlítható hőstetnek, de ezzel együtt is hát méltánylandó, hogy tiltakoznak. De hangsúlyozom, nem kell túldimenzionálnunk ezt a tiltakozást. Ami a kérdésnek az első felét illeti, az értékeknek a problémáját, igen, ma fogom dedikálni a könyvemet, amely pár napja jelent meg a Kocsis kiadónál, Kocsis András jóvoltából, Misztivesz Ferenc támogatásával, és ebben a könyvben azon az állásponton vagyok, hogy az értékek azok nem valami fajta objektív alakzatok, mint a kövek, vagy a halak, vagy a természetnek bármilyen más jelenségei, hanem az értékek bennünk vannak, bennünket irányítanak, és a mi értékeink másokkal együtt arra szolgálnak, hogy a szabadság eszközeiként, az életünket jobbá tegyük. És ilyen értelemben véve várhoz hasonlíthatnám az értékeket, amelyet állandóan védenünk kell. És a példa azt mutatja, hogy ez a vár sajnos nagyon sokszor osomnak van kitéve. Hát azért én visszatértek az Operaházhoz, mert ezt gyorsan elmondta. Én ezt egy hőstetnek tartom, megmondom miért, mert én nem egyszer szerveztem, de biztos maga is volt így, valami nagy akciót. Amikor azt gondoltam, hogy mögém sorakoznak az emberek, és kiállunk az elveink, az értékeink mellett, és akkor hátranéztem, és senki nem volt mögöttem, tehát én vittem vására a bőrömet. Itt azért itt lehet arra számítani, hogy Rost Andráék mögött ott lesznek az emberek. Tehát nem egyedül kell ezt végigcsinálni, és ez nekem példaértékű, mert sok ilyen civil kezdeményezésre lenne szükség, hogy álljunk már föl és álljunk ki az elveink mellett, és nem bármi áron 500 forintot keresni. Hát bízunk ezt az időre. Ja jó, akkor maga nem biztos, hogy ebben bizakodik. És ha értékek, akkor maradjunk ennél, akkor talán Kant, aki azt mondta, hogy a csillagos ég és bennem az érték, tehát valahogy így szólt az ő így, megfogalmazása. Igen. Ez nem változott az elmúlt évek, évszázadok során? A csillagos ég biztos, hogy nem változott. A hit, hogy az értékek rendszere az ugyanolyan fix és meghatározott, mint a csillagos ég, az sajnos hát megalapozatnak bizonyult. Tehát pontosan ez a könyvem üzenete, hogy az, hogy mi hiszünk az értékekbe, te, meg én, meg sokan mások összefogunk, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy nyugodtan ülhetünk a karosszékünkbe, és várhatjuk, hogy a világ jobbra fordul, és ilyen értelemben véve a Rost Andrák példája valóban fontos, mert azt mutatja, hogy tenni kell annak érdekében, hogy az értékeink azok működjenek. Ha visszatekintünk arra, volt politikus is, most tudós ember, tanárember. Van különbség a két Csepeli György között? Tehát ugyanazokról az értékekről van szó? Hozzátenem, előtte is tudós voltam. Tehát jó, hát most csak ezt a két korszakot hasonlítom össze. Ezt úgy fogom fel, mint egy pillanatnyi megingás, kíváncsiság, egy kalantúra, és ilyen értelemben véve nyilvánvaló hatalmas a különbség, hogy az ember melyik közegben működik. A politikának egészen mások a feltételei, egészen mások azok a értékdilemmák, amik a politikában felmerülnek, mint a tudományban. A tudományban bizony szempontból egyszerűbb, mert ott végül is hát ki van kövezve az út, tehát hogy az ember elolvassa Pláton dialógusait, ahhoz képest olyan újdonság nincsen. A politika viszont a pillanatnak a tere, ahol mindig az ember döntéskényszerben van. És ilyen szempontból az értékdilemmák a politikus sokkal, de sokkal jobban kínozzák, mint a tudóst. Megingott az értékekben, mikor politikus volt? Tehát tudott alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez, amiben belecsöppent, vagy megmaradtak a saját értékei, vagy ez képtelenség?
Hát az értékeim azok megmaradtak, mert ugye azért vállaltam el ezt az egész dolgot, mert betegesen hittem a társadalmi egyenlőségben, most is hiszek, a szónak abban az értelmében, hogy mindenkinek esélyt kell adni arra, hogy megjavítsa saját életét. És az információs technológiában egy olyan lehetőséget láttam, amely ezt az eszközt az emberek számára biztosítva lényegében véve előmozdítja az egyenlőségnek az ügyét. Ez a hitem ez nem változott, és ez működtetett engem addig, amíg ott dolgoztam a minisztériumban. Ami viszont számomra meglepő volt, hogy az igazamat nem volt könnyű érvényesíteni. Tehát hiába hittem az igazságomban, hogyha nem tudtam erről meggyőzni a partnereimet, akkor ott álltam az igazságomban, mint a petrezsemet áruló lány a bálon. Tehát a politikában a kommunikációnak sokkal nagyobb szerepe van, mint a tudományban. Vállalna most bármiféle politikai szerepet ebben a kormányban, hogyha valami nagyon kecsegtető ajánlatot kapna? Nem, semmilyen kormányban. Semmilyen kormányban? Nem, hát azért az látnivaló volt, én alkalmatlan vagyok erre a dologra. Mire alkalmas? Arra, hogy tudós legyen, és hogy tanítson? Arra alkalmas, hogy hát talán ez a beszélgetés is talán meggyőzi magát arról, egyébként hogy... Egyébként engem nem kell meggyőzni, csak kíváncsi vagyok. Értem és érzem az értékeit. Szóval arra vagyok alkalmas, hogy gondolkozzam, és amennyire lehet a gondolataimat érthető formában elmondjam, akár írásban, akár szóban. Tehát az eszem meglehetősen éles. Ezt talán öndicsőítés nélkül mondhatom. Arra viszont teljesen alkalmatlan, mint mondtam, hogy az igazságomra meggyőzzek mást. Végképp alkalmatlan vagyok, agresszív legyek, ami a politikában őrült fontos. És hát sajnos arra is alkalmatlan vagyok, hogy időnként hát gengszermódszerekhez folyamodjak, mert a politikában az szükséges. Tehát a Machiavelli ilyen értelme véve nagyon helyesen látta, hogy a politika az a hazugság, a színlelés, a megjátszásnak a világa, annak érdekében, hogy valamilyen jó célt realizáljunk. De a jónak és a rossznak ez a tulajdonképpen elmei szívszorító dilemmája a politikus minden pillanatában ott kísért. A jó cél, ez így megragadta a fülemet, hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk a háborúba, és mondjuk visszamegyünk, és erről is tudom, hogy írt, mondjuk visszamegyünk a németekhez és a zsidóüldözéshez, és a zsidók deportálásához. Ez egy olyan nemzetről van szó, amelyik a kultúrában csodálatos dolgokat tett. És ez a nemzet képes volt arra, hogy kiírtson egy zsidó társadalmat, egy nemzetet? A népirtás az nem egy német specialitás. Nyilvánvalóan a holokauszt ilyen szempontból egy történelmileg példátlan és egyedülálló esemény, de maga az idea, hogy a világ jobb lenne, hogyha egy bizonyos népcsoport nem létezne, ez egyáltalán nem német specialitás. Sztálin abban az időben azzal az ideával volt megszállva, hogy például meg kell szabadulni a kulákoktól, meg kell szabadulni az arisztokratáktól, meg kell szabadulni az osztályellenségnek nevezett emberektől, és hogyha nem is a holokausznak a technológiai tökélyével, de mindent megtett annak érdekében, hogy az őrült idea megvalósuljon. Tehát ilyen értembe véve sajnos azt kell mondjam, és a mai háború is erről ad bizonyosságot, hogy attól, hogy egy népnek van kultúrája, hogy egy népnek vannak kimagasló értékű és tevékeny alkotói, németeknél a Goethe, a Schiller is, még sorolhatnám, az oroszoknál a Dostojevszki, Tolstoj és a többi, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek a nagyszerű eszmék, ezek szervülnek a mindennapokban. Maga tökéletesen biztos magában, hogy soha az életben nem lehetne behúzni egy ilyen aljas történelmi cselekedetbe? Mert azt szokták mondani, hogy csak abban biztos az ember, amit egyszer már átélt, meg megtapasztalt. Én azt szoktam magamra mondani, hogy én vállalom magamért a felelősséget, hogy soha nem, de hát kimondani is nehéz ilyen szavakat. Tehát miben biztos önmagában? Hát én voltam katona, életemnek egyik legnyomorúságosabb és legdermesztőbb tapasztalata volt, 11 hónapon keresztül, és ott megtapasztaltam azt, hogy igen, vannak olyan viszonyok, amikor az aljasságnak, az ostobaságnak egy olyan rendszere valósul meg, amikor már elveszted a kontrollt magad fölött. Tehát azt nem tudom se magam, sem más esetében garantálni, hogy nem következik be a kontrollvesztés. Milgramnek van egy nagyon fontos kísérlete még a 70-es évekből, amikor bebizonyította azt, hogy tulajdonképpen átlagos amerikaiakból viszonylag egyszerű technikával gyilkos lehet csinálni.
Igen, igen, erről hallottam. És ahogy a németeket mondtuk, hogy itt is nem a gonoszságot emelték ki, hanem a jobbító szándékot, hogy jobb lenne a világ, ha nincs zsidóság. Pontosan ez az ördögi az egészben, a könyvemben is írok erről. Volt egy magyar miniszter, a Sztójai Döme kormányában, iparügyi miniszter volt, ha jól emlékszem, és ő Nyíregyházán, akkor, amikor javába zajlott a nyíregyházi zsidóknak a deportálása, akkor képes volt egy olyan beszédet mondani, hogy mi nem vagyunk antiszemiták, mi nem gyűlöljük a zsidókat, mi csak a magyarokat szeretjük. Igen. És ez bármikor előfordulhat. Ezek a mondatok bármikor, bármilyen viszonylatban elhangozhatnak. Hát pontosan erről van szó, de viszont ez nem azt jelenti, hogy adjuk meg magunkat. Nem azt jelenti, hogy ne figyeljünk, hogy ne legyünk éberek. Mert annak érdekében, hogy ez ne következzen be, azért sok mindent tehetünk már előre. Hallgattam önnel egy beszélgetést, amikor arról beszélt, hogy magyaroknak van azért egyfajta sajátos mentalitás, ez az állandó negativizmus, hogy mi ilyenek vagyunk, tehát hogy ebből nem tudunk kitörni. Mindent rosszabbul látunk, mindent negatívan látunk, tehát a pozitív életérzés hiányzik belőlünk. Ez tényleg így van? Hát ez nem egy olyan természeti kérdés, mint amikor megkérdezzük, hogy az oroszlán tényleg megeszi a antilopot. Nyilvánvalóan ezek konstrukciók, ezek hitek, amelyeknek az a sajátosságuk, hogy hát generációkon keresztül voltak éppen haladnak tovább. Nem azt jelenti, hogy ez a negativizmus, amiről beszélünk, ez mindig minden magyar esetében működött, de azt mindenképpen jelenti, hogy ez a minta, ez a mérce. És az ehhez képest való eltérést a többiek hát legalábbis gyanakvással fogadják, és nem hiszik el. Most jelenleg például a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy korbácsolja a nemzeti büszkeséget. Ugye itt vannak az olimpiai, egyéb sportversenyek, majd itt van ez a film, a Hadik, amit nemrég mutattak be. Megnézte? A mozik. Persze, megnéztem. Én még nem láttam, érdemes? Érdemes megnézni, mert ugye abban a reményben fogant ez a film, hogy ez a hőstert, kétségtelen az volt, hogy Hadik András elfoglalja Berlint, megsarcoltatja a berlinieket, majd hazahoz az rengeteg pénzt is odaadja a királynőnek, hogy majd ez egy olyan történet lesz, hogy az ember föláll a moziból, kimegy, és akkor baromi büszke lesz rá, hogy magyar. Hát sajnos a dolog nem ilyen egyszerű. De maga a film az jó? A film nem jó, nem is lehet jó, mert túlságosan didaktikus. Amiben jó, az a kép. Tehát a képi jelenetek, a csatajelenetek ilyen szempontból nagyon jók, és azt is írtam, mert írtam most róla egy kritikát a Mozgóvilágba, hogy a film igazi főszereplői a lovak. Ez jó. Mondjuk az se semmi. A lovak gyönyörűek. Igen, és mert pont a kincsemmel hallottam, hogy ott a lovaknál voltak problémák, meg közel nem volt a kincsemhez, igen. Ott is a ló volt, de itt a lovak jobbak, mert csatában a lovak sokkal jobban tudnak működni, sokkal jobban mozognak, működnek, és az operatőr nagyon jó volt. Sajnos a rendező nem állt a helyzet magaslatán. Ő túlságosan, hogy mondjam, ennek az ideológiának a bűvkörében volt, hogy most akkor csinálunk büszke magyarokat a szomorúakból. Látja Rátkai Filipnek meg a Nagy Ervinnek a üzengetését, levelezését figyelemmel követ, és igen, mit szól hozzá? Nézze, ezt nem akarnám kommentálni, mert az a másik, aki célba van véve, az olyan szint, ami hozzám nem ér föl. De hív ennek a nyilvános levelezésnek? Tehát ez előbbre viszi a világot? Hát a világot nem viszi előbbre, a világot semmi nem viszi előbbre. A világot nem kell se előre vinni, se hátra vinni, a világ az megy magától. Nyilvánvalóan fontos, hogy van egy színész, aki nyilvánosságra hozza a véleményét, de ez se nem most, se nem szoroz. Nem számít semmit, nem elfelejtjük egy-két hét múlva a történetet? Hát biztos. Igen. Azt írja a könyvében, hogy ami ma van, az két hét múlva már nem érvényes. Tehát ilyen formán, amit leír, és rengeteg mindent, rengeteg filozófus idézetet, azt gondoltam, hogy könnyű magának, mert ha mondjuk véletlenül elkeseredik, vagy kapaszkodót keres, akkor csak visszanyúl valamelyik filozófushoz, és már is megvan a gyakorlati tanácsa az élethez, mert mindent megírtak, meg mindent elmondtak már ezek a nagy emberek, hogy mit csináljunk akkor, ha semmi nem érvényes már? És a mesterséges intelligenciát, a klímaváltozás, sok mindent felhoz példának. Tehát mondjuk magának is van gyereke, sokunknak van. Mit mondunk a jövőre nézve, hogy mit kell csinálni?
Hogy kell élni? Mert régen azt mondtuk, hogy egyetlen egy értékünk és eszközünk van a tanulás jobb esetben egy bizonyos értelmiségi körben, de még a parasztember is azt mondta, hogy vigye többre a gyerekem, menjen, érettségizzen, és jó esetben egyetemre menjen. Ezek érvényes dolgok még? Annyiban érvényesek, hogy korábban ugye az volt a minta, hogy az ember tanult, megszerzett egy bizonyos végzettséget, egy bizonyos oklevelet, vagy bizonyos szakképzettséget, és akkor abból tulajdonképpen megélt egészen addig, amíg meg nem halt, vagy amíg nyugdíjban nem ment. A mai világban ez teljes egészében érvényét vesztette ez a minta, és hát azt kell mondjam, ezt a jól bevált szlogent, hogy élethossziglan tanulás, ami azt jelenti, hogy újra meg újra kell tanulni. Tehát mindaz, amit a mai érettségiző gyerek megtanul, abból mondjuk a matematikai képletek nyilvánvalóan nem vesztik el érvényességüket, de a többi az vagy már akkor elavult, amikor szegény gyerek, most a fiam épp most érettségizik, tehát tudom, felel, de két év múlva biztos el fog avulni, tehát állandóan újra kell tanulni mindent. És ez érvényes mondjuk a pedagógusokra is, most azért nagy csata van, de a pedagógusok a jogaikért harcolnak, de azért bizony találkozom egy-két olyan pedagógussal, aki azt gondolja, hogy a tankönyvből megtanultakat, ha továbbadja a gyereknek, akkor azzal nagyon jó tanárrá válik, és néha azt érzem, hogy az osztály meg a gyerek okosabb, mint a tanár, vagy felvilágosultabb, tájékozottabb, mint a tanár, pontosan azért a koránál fogva, mert követi a technika adottságait. Hát sokféle iskola van, sokféle tanár van. Én mikor Kőszegen dolgoztam a Miszibesz Ferencnek az intézetébe, akkor együtt csináltunk egy kísérletet Szatmár Őrssel az ottani dominikánus apácáknak az iskolájában, és ott tulajdonképpen azt bizonyítottuk be, hogy a tanárnak lehet egy olyan szerepe, amikor nem frontálisan a tankönyvet egyszerűen közvetíti a diákoknak, hanem megszervezi a diákoknak a tanulását úgy, hogy kooperatív csoportokat hoz létre, és utána voltak éppen már csak azt ellenőrzi, hogy a diákok hogyan tanítják egymást. Hogy csinálja maga az egyetemen? Doktoriskolát vezet, tehát nem tudom, hogy ez könnyebb vagy nehezebb. Így. Messze menően támaszkodom a hallgatóknak a kooperációjára. Épp most jöttem vissza Síkfőkútról, minden évben csinálunk egy évzáró konferenciát, ahol a diákok előadnak, majd utána megvitatják azt, amit előadtak, és tulajdonképpen egymást tanítják, illetve tanítanak bennünket, akik ott vagyunk és hallgatjuk őket. Akkor elképzelhet, hogy maga hátradől a széken, és akkor tátott szájjal hallgathatja a diákokat, és átadja ezt a lehetőséget, szerepet, hogy készüljenek föl, tartsanak előadást, és nem mindig, a tanár. Ez nem egy kényelmes dolog, mert ugye egy ilyen konferencián kb. 15 prezentációt kell végighaladni két nap alatt, 15 különböző témát, 15 különböző diáktól, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. És amit megfigyeltem, hogy tulajdonképpen akkor érvényesül ez a fajta diákok által, diákoknak történő ismeretátadás, ha én megszervezem azt, hogy az azonos témában kutatók együtt egy szekcióba szerepeljenek. Tehát azért ezt elő kell készíteni, és nagyon oda kell figyelni. Egyáltalán nem arról van szó, hogy tátott szájjal ülnék a szobában. Azt tudom, hogy szeret, amennyiben lehet szóban vizsgáztatni. Ennek mi az oka? Nem hívja a teszteknek, meg az írásos beszámolóknak? Hát vannak, amikor a tesztek szükségesek, mert van például egy olyan osztályom, a 160 embernek tanítom a szociálpszichológiát, azokat nyilván lehetetlen szóban levizsgáztatni. De azoknak is megvan az a feladatuk, hogy 10 fős csoportokba szervezve egy önállóan egy videóprezentációban dolgozzanak fel meghatározott szociálpszichológiai témákat, a szeretetet, a gyűlöletet, az előítéletet és így tovább. Tehát ott is van egy interaktív elvárás. A szóbeli vizsgáztatásnak tulajdonképpen az az oka, hogy még mielőtt ez a ChatGPT megszületett volna, értem azzal a gyanúperrel, hogy a szövegek azok nem feltétlenül a diáknak a saját gyártmányai. Egyelőre még nem tartott a mesterséges intelligencia, hogy amikor fölteszek valakinek egy kérdést, akkor a fülébe lenne valami adóvevő készülék, és akkor azt mondaná, amit hall, kénytelen tehát a saját kutfőjére támaszkodni, és így jobban meg tudom ítélni, hogy egyrészt, hogy megtanult-e a leckét, másfelől, hogy tud-e gondolkozni. Mint tanár ember, ha nem akar, ne válaszoljon, persze semmi nem muszáj válaszolni, csak a kíváncsiságomat próbálom kielégíteni. Mit szól Takács Előd lemondásához a Corvinus Egyetemen? Nem tudom, figyelemmel követte, nem ismeri a hátteret? Hát nem, biztos, hogy nem ismerem, de semmifajta információ nem került napvilágra. Takács Elődről, amit tudok, az az, hogy egy egészen kiváló Amerikából érkezett szakember,
nagy reményeket lehetett fűzni az ő tevékenységéhez, de hát ez egy másik egyetem, más struktúra, nekem gyakorlatilag lövésem sincs, hogy mi történik ott. És mi van ilyenkor, például valaki felmond az egyetemen, nem tudom, hogy volt-e ilyen gyakorlata, hogy nem áll ki a nyilvánosság elé, és nem mondhatja, nem mondja el, hogy mi történt valójában, hogy egyik napról a másikra nagy remények előtt felmond és elmegy. Tehát kíváncsian várja az ember, hogy mi történt. Tehát állandóan a titoktartás. Hát nézze, itt különböző stratégiák vannak. Ugye a Rost Andrá esetében nem volt kérdés, hogy ő miért mondta föl a szerződését az Operázzal. Ebben az esetben nyilván vannak olyan szempontok, amik a nyilvánosság kizárását jelentik. Magának mondjuk van olyan szerződése, hogyha bármi balhé lenne és felmondana, akkor titoktartásra kötelezik, alá kell egy ilyet írni? Hogy van az egyetemen belül? Én már abban az életkorban vagyok, mikor semmifajta szerződésem nincsen. Szerencséje van, nem, hogy ezt megúszta. Ha már a kort mondja, 77 éves, ez nagyon szép kor. Hogy indult annak idején az életbe? Milyen instrukciókkal? Mit kapott otthonról? Hát semmit se kaptam. Én vakon indultam az életbe. Voltak éppen a szerencsére bíztam a sorsomnak az alakulását, és a szerencse ilyen szempontból a pártomra jött, mert mindig olyan emberekkel találkoztam, akik segítettek, akik példát mutattak nekem, és az ő útjukat tudtam követni. Ilyen szempontból az életem egyfajta evolúciós logika mentén alakult, nem volt benne terv, de a jobb variánsok többnyire győztek a rossz variánsokkal szemben. Na, de mondjuk 10 évesen tudtad, mi az, hogy szociálpszichológia? Dehogy tudtam, semmi se tudtam, de volt egy nagyszerű tanárom, Gyürei Vera, aki felhívta a figyelmemet a pszichológiára. De ez már egyetemen volt, nem? Nem, ez középiskolában. Középiskolában volt? Hol járt középiskolában? A József Attilában. De nem budapesti fiú maga, nem? De én abszolút úri fiú vagyok, Szent Imre városból. Tényleg? Mert valami borsódi kötődést, mint nincs, hallottam. Semmi vidéki kapcsolat nincsen? Hát mivel Szent Imre városi úri fiú voltam, de nagyon, nagyon szegények voltunk, mert teljesen tönkre volt lőve a ház, amivel laktunk, emiatt nem lettünk kitelepítve. A helyzet az, hogy nagyon erős nosztalgiám volt minden iránt, ami nem az. És ilyen értelembe véve, azt pláne, amikor katona voltam, akkor megismertem teljesen más világot, megismertem a parasztfiúkat például, megismertem a vidéket, a Hortobágyot. Tehát a vidék ilyen szempontból, mint egy negatív minta beépült az értékrendszerembe. De mi volt a negatív minta? Hogy ez nem szeretnék lenni? Hát, hogy ez nem az enyém. Ugye én amihez hozzá vagyok szokva, az a Feneketlentó, a Ménesi út, a Sashegy, a Gellérthegy, ehhez képest minden más számomra idegen volt Magyarországon. Akkor mondjuk, ha magát kitelepítenék, és egy kaszát kapát a kezébe adnának, akkor bajban lenne? Nagyon nagy bajban lennék, abszolút nem értek a mezőgazdasági munkához. A Borsot az úgy tudtam el, hogy még 1991-ben a Pokol Béla meghívott a Miskolci Egyetemre, hogy tanítsak szociálpszichológiát. És akkor ott maradtam, meggyökereztem másodállásban, azóta is ott vagyok, és hát ha az ember Miskolcon van, akkor azt nem teheti meg, hogy nem néz körül, és Miskolc gyűrűjébe van egy borzalmas szegénység övezetnek, ami engem rettetesen érdekelt, és érdekel most is, úgyhogy amit ott tapasztaltam és láttam, nyilvánvalóan arról hallott, és ezért gondolt, hogy nekem van borsodi kötődésem. Igen. De nincs borsodi kötődésem ilyen szempontból, ez számomra csak egy, hogy mondjam, egy ilyen igazságossági szenvedély. Ma már érdekli a vidéki élet? Ha már nem is kétkezileg, de tudományosan, tehát van dolga a parasztsággal és vidékkel? Nem, a vidéki élet ilyen értemben nem érdekel, nem vagyok ennek a specialistája. A szociográfiának mindig is nagy híve voltam és olvasója voltam. Szabó Zoltán, I.S. Gyulát, Féjagézát nagyon sokra tartottam, újra és újra olvasom őket, tehát ilyen szempontból van bennem egy érdeklődés. Én magam is gondoltam egyszer, hogy csinálok szociográfiát, de végül is nem csináltam. De alapvetően engem ugye az értékproblémák izgatnak, az egyenlőtlenség, az igazságtalanság, a kiszolgáltatottság, a ebből való megszabadulás. Ilyen értelembe véve nekem tök mindegy, hogy Józsefvárosról van szó, vagy pedig egy Borsod megyei kis faluról. De milyen érdekes, hogy a szociográfiák azok többnyire mindig a szegénységet veszik célba. A felső 10 000-et is az úri osztályt miért nem? Hát ennek van egy technikai oka, hogy a felső osztály az nem olyan nyitott. Tehát becsöngetni egy villa kapuján, ahol egy hatalmas nagy komondor ugrik az arcodba, és hátul van a oligarha,
az nem egy egyszerű dolog, tehát ő nem fog megnyílni előtte soha. Ezzel szemben, hogy az ember bemegy egy szegény cigány faluba, akkor ott gyakorlatilag neki alig bírod elhajtani a potenciális interjú alanyukat. Tehát könnyebben meg lehet közelíteni a szegényeket, mint a gazdagokat, ez egyik ok. A másik ok az, hogy nem annyira érdekes szerintem szociológiai szempontból a gazdagoknak az élete. Nincsenek benne azok az alapvető dilemmák és azok az alapvető kérdések, amelyek éppen az igazságosság kapcsán egy szegény, egy megszomorított és megalázott életben ott van. Tehát ezért úgy gondolom, hogy érdekesebb a szegények élete, mint a gazdagoké. Egyébként ebben igazából volt, mert most a tévében egyre többet Polgár Árpádot lehet látni. És pont amúgykor belefutottam egy ilyen kis filmbe, és őt én még onnan ismerem, mint Polgár Galéria, amikor még a művészet nagy képviselője volt, és akkor megmutatta a házát, a nem tudom, ilyen hány autóját, a gyönyörű szép feleségét, a medencét, meg ne, és tényleg rájöttem, hogy ez engem nem nagyon érdekel. Nem nagy, nincs benne semmi. Nem azt mondja, hogy legyek én is gazdag, vagy sikeres ilyen szempontból, ha ez siker, hanem egyfajta nem is dicsekvésnek tűnik, mert ez nem igaz, hivalkodásnak tűnik. Ezt egyébként a Várszegi nagyon jól csinálta, ha emlékszik rá, róla semmit nem lehetett tudni. Épített egy birodalmat, zenészből nagy vállalkozó lett a világon mindenhol, de semmit nem tudni róla, mert ő úgy döntött, hogy ő bezárkózik. De ugyanez talán a Sorosra is igaz. Hát valószínűleg ez a helyes eljárás. Én egy évig laktam Los Angelesbe, egészen közel a Bel Airhez, és amikor fölmentem a Bel Airbe, akkor láttam ezeket a hatalmas villákat, csodálatos parkokkal, szökőkutakkal, pávákkal, ahogy nem volt az a... Nem volt az az érzésem, hogy én oda hogy akarok tartozni. Aha. És az, amit mondanak, hogy nehéz egy ilyen környezetben viselkedni, tehát az ember azt se tudja, hogy mit csináljon. Ó, nagyon egyszerű, hülyének kell mutatkozni, és kész. És hogy öltözik föl, vagy hogy öltözik? Nem kell, mert ezek általában nem annyira okos emberek, tehát itt lényegében véve a legjobb taktika, hogy az ember hallgat. Milyen kutatásokban van most benne, tehát mi az, ami most foglalkoztatja, vagy már épp benne, vagy akár befejezték? Nem fejeztem be, most kezdek el. Illetve az egyiket most kezdem, a másikban benne vagyok, de még csak az elején. A érdekesebben kezdem, amit Papriárdal, az egyik kollégámmal, aki kulturális antropológus csinálunk. Kb. Másfél éve elkezdtük azt a kutatást, hogy különböző településeken, falvakban, kisvárosban, Budapesten, határon túli városban és különböző életkori csoportokban, hát megkérdezzük, hogy tulajdonképpen milyen emlékezeti minták vannak körükben a holokauszt vonatkozásában. Ugye 80 év hamarosan bekövetkezik, hogy ez a szörnyű tragédia megtörtént Magyarországon, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen emlékezeti minták, milyen maradványok, persze elsősorban a lélekben fedezhetők fel, illetve milyen támpontjai vannak az emlékezetnek a különböző helyeken, mert a koncepciónknak az a lényege az volt, hogy magát a helyet kell megnézni, magát a falut, magát a várost kell megnézni olyan szempontból, hogy vannak-e például mondjuk városokban vannak botlatókövek, falvakban vannak-e emlékművek, a temetők nyitva vannak, csukva vannak, karba vannak tartva, nincsenek karba tartva, meg vannak-e jelölve azok az épületek, amelyekben egykor zsidók laktak, akik illettek telepítve, és soha többé nem jöttek vissza. És azt láttuk, hogy tulajdonképpen egyetlen egy szóval lehet jellemezni azt, ami van most, és ez a hiány. Tehát a éjbe kiáltó hiány van, ami paradoxon, mert elvileg a hiány az nem kommunikál, de itt a némaság az, ami beszél. Ez az, amit megpróbáltunk tetten érni, méghozzá úgy, hogy fókuszcsoportokat szerveztünk ebben a három életkori csoportban, ez a négy különböző típusú településeken, és a fókuszcsoportoknak a tagjainak a beszédét a Surányi András barátom fölvette filmre, és ezeket a filmfelvételeket megvágtuk, most már csináltunk már három filmfelvételt, vagy három filmet csináltunk, és ezek fantasztikusan érdekes, nem egyszerűen dokumentumfilmek, hanem tulajdonképpen azt a célt szolgálják, és az egész vállalkozás is emiatt történt, hogy egyfelől megismerjük persze, hogy 80 év távlatában milyen emlékfoszlányok maradnak meg, milyen jelek vannak erről a drámáról,
mind az elkövetők, mind az áldozatok, mind a kívülállók, mind a segítők szerepeit, hogyha figyeljük. De az igazi célunk az az volt, és remélem, hogy ez meg is fog valósulni, hogy lesz egy központi adatbázis, egy filmtár, és akkor az iskolákban internet útján ezek leívhatók lesznek, ezek a filmek, mint a Spielbergnek a individuális vallomásai, és a holokauszt oktatásban felhasználható lesz. Látja, engem például az nagyon érdekel, és arról nem láttam kutatást, de lehet, hogy csak én nem akadtam bele, hogy azért mondjuk maradjunk Magyarországon, hogy az ország nagy többsége némán nézte, amit zajlott a zsidókkal. Hogy vajon ők mit éltek át, mert erről sokkal kevesebbet olvasok, hogy mi játszódott le abban a tehetetlenségben. Ez benne van a projektünkben. Benne van. Persze, mert a fókuszcsoportokat úgy szervezzük, hogy legyenek benne olyanok, akik érintettek, így vagy úgy, amúgy, de úgy is érintettek, hogy esetleg az elkövetőknek a hozzátartozói. Vagy olyanok, akik ennek a bizonyos csendes többségnek a leszármazottjai, mert maguk az eredeti szereplők már vagy nem élnek, vagy olyan életkorban vannak, hogy bár egy-két kivétel van, fantasztikus 90-95 éves interjú alanyaink is voltak. Messze menően, tehát ezt figyelembe veszük, ezt a szempontot is. Képzelj el, hogy most nekem ajánlottak egy riportalany, Svájcban él, 102 éves talán, és a Wallenbergnek volt egy magyar, a Wallenbergnek volt a jobb keze. És tökéletes szellemi állapotban van, most tudok majd vele interjút készíteni, telefonon, tehát még arra is képes. Hát akkor szóljon nekem, nagyon kíváncsi vagyok erre az interjúra, persze, mert csinálunk individuális interjúkat is, de mondom, az alapmódszerünk a fókuszcsoport. Ez egy fantasztikus dolog egyébként, én irigylem mindig a kutatókat, meg akik ezeket az interjúkat, ha személyesen készítik, tehát a telefonos kutatások már engem nem érdekel. Nem, ez személyesen csinálják. Ezek személyesek. Tehát az, hogy bekopogni egy házba, bemenni egy családhoz, annak a családnak az életének a részévé válni, és látni azt, hogy szívesen beszélnek most már erről, tehát a hallgatás végre feloldódott. Hát nem mindenki, mert az elkövetők azok nem szívesen beszélnek. Az egyik interjú alanyunk az pont a fókuszcsoportban, mint amikor egy földomlás következik be, egyszerre csak fölállt és mondja, hogy az ő nagyapja egy nyilas volt, és nem biztos abban, hogy a nagyapja nem követett el valamilyen dolgot, amit most nekik szégyelni kellene. És ott helyben tett egy ilyen vallomást, és írta el magát. Ezzel egészen katartikus hatást váltott ki, nem csak belőlünk, hanem a fókuszcsoport többi tagjában is. Amit akarok mondani, hogy nem olyan egyszerű megkeresni a interjúalanyokat. Nem úgy van, hogy az ember bemegy a családjához, és ott szívesen fogadják. Nem. Van úgy, hogy jelentkezik, aztán nem jön el. 100-ból általában 10 szokott eljönni. Vagy az egyik faluban volt egy olyan esetünk, amikor abszolút tutira tudtuk, hogy mondta, hogy az illető el fogja, nem jött el. Végül elmentünk, megnéztük a családi házát, és kiderült, a családi háza az pontosan azon a helyen van, ahol az egykori zsinagóga volt, aminek a romjait ő megvette, és a fényképen látta a zsinagógának a homlokzatát, és a saját családi házára ugyanazt a homlokzatot kirakta, kvázi emlékműként. De ezt csak ő tudta, hogy emlékmű, mert senki másnak nem mondta el. Olyan házban nem jártak, ami mondjuk zsidó családé volt, akit elhurcoltak, és az ottani tanács. De bőven, a falvak tele vannak ilyen házakkal, és az érdekes az, hogy mindenki tudja egyébként, hogy ez a ház annak idején kié volt. Azt is tudják, hogy a szekrény kié volt, ami most nincs ott abban a házban, ami másutt van, de hallgatnak róla. Még mindig. Maguk meg a maga családja hogy vészelte át a háborút? Hogy volt ez akkor? Hát rosszul, mert ugye, mint mondtam, a házunk az pont ott volt, ahol lőtték egymást az oroszok és a németek ott a sashegynek az alján, úgyhogy meglehetősen romos állapotban születtem. A ház meglehetősen romos állapotban volt, mikor oda beleszülettem. Amit a szüleimtől hallottam, az hogy a nagyszüleim azok a gerlétszálló pincéjében voltak, ők meg akkor Lenketérnek hívták, most Kosszányi tér, annak a pincéjében vészelték át, de mire visszamentek a házba, tökéletesen romba volt és ki volt fosztva. És ez későbbiekben hogy hatott a családra? Mennyire nyomta rá a bélyegét a további életükre? Hát rosszul. Nagyon rosszul, persze. Hát nem tudtam oda nézni a lakásban, ahol nem mutatták volna meg, ha már hiányról beszéltünk, hogy ott volt a zongora, ott most persze nem volt semmi. Ott volt a szekrény, persze nem volt semmi. Az ezüstöt elvitték az oroszok, a bundát elvitték a németek, vagy fordítva. Tehát mindennek csak a hiányáról értesültem. Én sokat gondolkodom arra, mert hogy elég bizonytalan gazdasági helyzetben élünk.
vagyunk, hogy én hogy is, nem, persze mindig magamat helyezem minden helyzetbe, de azt hiszem, hogy ezzel mindenki így van, hogyha mindenem elúszna egyik percről a másikra, mennyire tudnék talpon maradni. És mindenkinek az a kevés vagy sok, ami van, az a mindene. Hogy nem gondolt erre, hogy de engem speciál megtanított ez a szocializáció. Arra? Én semmihez nem ragaszkodom, semmihez. Nincs is semmi, ami ezt tudnék ragaszkodni, mert ami volt, azt mindig elvesztettem, tehát ilyen értelemben véve anyagilag a teljes mesztelenségben vagyok. És mihez ragaszkodik akkor? Mi az érték, mi a jövő, mi a jelen? A gondolataimhoz ahhoz ragaszkodom. És azokat le is írja, hál' Istennek. Hát, tehát ezek az utókornak is nagyjából megmaradnak. Valamikor leírom, valamikor nem írom, de magát a folyamatot, hogy kigondolok valamit, az borzasztóan élvezem. Most például készülök egy előadásra, ahol megpróbálom ezt az orosz-ukrán konfliktust az elvesztett orosz birodalomnak a perspektívájából nézve rekonstruálni, mert ez egy fantomfájdalom szerintem, aminek tanúi vagyunk. És ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy a Bibó beszél a politikai hisztériáról, és ezt a politikai hisztéria fogalmát a Bibónak alkalmazom most az oroszokra, és beszélek az orosz hisztériáról. Ezt rettetesen élvezem, ilyen nappal ezen gondolkozom. De van ez a projektem, ugye ez a holokauszt helyi emlékezet, és van egy harmadik komolyabb projekt, amit most kezdek Örkény Antallal, meg Rajcár Istvánnal, az egy új módszere lenne az antiszemitizmus kutatásnak. Ugye ez egy nagy probléma Európában, az antiszemitizmus, ami már nem a régi módja az antiszemitizmusnak, de rengeteg új eleme van, ugye az anticionizmus, meg a muszlimok antiszemitizmusa is, és ennek következtében a régi módszerek már nem alkalmasak. És akkor mi az új módszer? Hát ezen most törjük a fejünket. Most vannak a fókuszcsoportok, most törjük a fejünket. Egy módszer valószínűleg biztos lesz, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy csak olyan állításokat teszünk be a kérdőívbe, amelyek a zsidókra nézve ellenségesek, és a válaszadónak csak az a dolga, hogy azt mondja, hogy igen vagy nem. Mert sajnos van egy olyan effektus, amit úgy neveznek, hogy igen effektus, és az emberek szívesebben mondanak igen, bármilyen állításra, mint nem. Ezért most azt csináltuk, hogy megfordítottuk az irányokat, és vannak olyan állítások, amik az igen, az azt jelenti, hogy te zsidóbarát vagy. Mondjon egy példát. Hát, hogy a zsidók felülmúlhatatlan értéket jelentenek a magyar tudomány és kultúra fejlődésében. Csak azt mondják, hogy igen. Ha valaki azt mondja, hogy igen, akkor nem antiszemita. Azt mondja, hogy nem, akkor antiszemita. És szerintem, amikor válaszol, nem is biztos, hogy tudja, hogy antiszemita, vagy nem antiszemita választ adott, nem? Vagy rosszul gondolom? Hát egy állításból azért nem lehet megállapítani, ki antiszemita, ki nem. Ahhoz ugye az kell, hogy az összes többi állítás kapcsán legyen valami fajta korreláció a válaszai között. De a dolog lényege, hogy rengeteg ember van, aki inkonzisztens, aki... Ha akarom antiszemita, akarom nem antiszemita, szituáció függő, hangulat függő, nincs mögötte mély meggyőződés. Azok, akik konzisztensen nem antiszemiták, illetve konzisztensen antiszemiták, azok kisebbségben vannak. A többség az hullámzik, szörfözik. Említette az érdeklődés meg a tanításaiban, meg a kutatásaiban a gyűlöletet. Képtelenség gyűlölet nélkül élni, az emberben benne van, tehát magában van gyűlölet, amit elfojt. Hát kétfajta gyűlölet van. Az egyik fajta gyűlölet, ami nélkül valószínűleg nem lehet élni, mert az ugye az egy ilyen ősgyűlölet, az a te ember voltodból adódik, a szocializációból adódik. Tehát ahogy Freud azt leírta, az nem egy egyszerű folyamat, hogy az ember megszereti a szüleit minden közhely ellenére. Mint hogy az se egyszerű folyamat, a szülők megszeretik a gyereküket. Tehát a családban születő gyűlölet, a család által generált gyűlölet és annak az elfolytása, annak az átalakulása, szeretettélás, Oedipus komplexus, az azt hiszem, hogy az antropológiai sajátosságunk. De akkor hogy tudja meggyűlölni mondjuk egy anya a lányát, fiát, vagy fordítva? Nagyon könnyen. Mert például, az alapok úgy, jók voltak. Nem, például, hogyha nem kívánja, és mégiscsak meglett. Vagy olyan embertől lett, akit annak idején szeretett, de utána az emberről kiderült, hogy egy nácista szörnyeteg, és akkor a gyerekében is ezt a szörnyeteget látja. Millió oka van annak. Mert én erről olvastam, és vegyünk egy ideális családot, olvastam egy olyan tanulmányt, hogy mondjuk egy kamasz gyerek azért tudja utálni mondjuk a fiú az apát, mert hogy egy idealizált kép jött benne, hogy mondja, hogy úgy született, hogy mindenki mindenkit szeret, és azt gondolja, hogy ez egy hibátlan ember, a gyerek az apáról, és szembesül vele, hogy hát dehogy hibátlan, tele van hibával,
őt is esetleg sokszor rosszul nevelte, és elindul egy gyűlölet hullám. Mert azt gondolja, és ezt én olvastam, hogy a gyerek azt gondolja, hogy az apám átvágott engem, nem hibátlan, tele van hibával. Hát ez is egy ok lehet, de vannak sokkal közvetlenebb okok, mert például valakinek mondjuk alkoholista az apja. Jó, hát ezek egyértelműek, csak azért mondom, hogy egy idealizált családot nézek, ahol senkinek semmi oka nincs arra, hogy utálja a másikat. És még ott is kialakulhat. Igen, én azt tudom mondani, hogy minden családban mindenkinek van oka gyűlöletre, tehát nincs ideális család ilyen szempontból, csak a fejünkben van. De ami a kérdés másik felét illeti, a csoportközi gyűlölet az más típus. Mert akkor valakit nem azért gyűlölök, mert elszúrta az életemet, mert valami jóvá tehetetlen bűnt követett el ellenem, hanem tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért gyűlölöm. Mert egy csoporthoz tartozik, de őt, mint individuumot abszolút nem ismerem. És ezek az igazi érdekes kérdések, például mondjuk az antiszemitizmusban. És az lehetséges, amit most tapasztalunk, hogyha elindul egy gyűlölet hullám, amit mesterségesen generálnak, akkor nagyon sok embert mögé lehet sorakoztatni, tehát képesek és alkalmasak vagyunk arra, hogy én most teljesen szerettem magát, egy kedves ember, de addig mondják, hogy ez a Csepeli, ez mennyi baj van vele, hogy úgy állunk föl, hogy én már gyűlölöm. Abban az esetben tudna működni, hogyha engem bele tudna kombinálni egy olyan csoport kategóriába, amit gyűlöl. De ez igénykérdése, ha akarják, akkor belekombinálom. Ez megoldható propagandával természetesen, de a propaganda csak akkor fog működni, hogyha valami alapvető társadalmi feszültség van. Ha valami alapvető, vagy Bibó mondja, kiegyensúlyozatlanság van a társadalomban, akkor az ilyen gyűlöletkeltő propagandák sokkal, de sokkal hatékonyabb, mint hogyha konszolidált jólétben élet. De akkor most alkalmas ez a társadalom arra, hogy a gyűlölet csapja fel a fejét? Messze menően alkalmas, igen, mert olyan igazságtalanságok és olyan egyenlőtlenségek vannak, amelyek táptalaját képezhetik bármifajta gyűlöletkeltő propagandának. És ezt a szocializmusban miért nem éreztük? Akkor az oroszokat gyűlöltük együtt, tehát akkor is ott volt a gyűlölet, csak egy idegen csoport ellen? A szocializmusban bőven ott volt, azért meg kell különböztetnünk azt, hogy most van egy relatíve szabad nyilvánosság. A szocializmusban nem volt szabad nyilvánosság, az egy felülről irányított nyilvánosság volt, és ugyanakkor, hogy mondjam, sokkal egyértelműbbek voltak a tabuk, vagy a kényszerek arra vonatkozóan, hogy ne beszéljünk. És akkor a szelep az kinyílt, és a szellem kiszabadult a szellemből a rendszerváltásra? Tehát igen. Bennünk volt, bennük van, csak hát tilos ott volt. Egészen biztos, hogy ott volt, és ez felszínre került, és miután már felszínre került, akkor ugye sajnos ennek van egy önmozgása. Tehát az a gyűlölet szül. Az értékeknél mondjuk a bibliai 10 parancsolat az lehet alap? Vagy ez egy elavult tézis ilyen szempontból? Hát nyilván a 10 parancsolatban vannak értékek, amelyek nem szűntek működni, legalábbis a nyugati kultúrában, mert egy muszlim világban a 10 parancsolattal sokra nem megyünk. A helyzet az, hogy minden kultúrának megvan persze az alapértékészlete. A mi kultúránkban az alapértékészletnek a középpontjában szerintem a szabadság van. Ahogy mondta, az orosz-ukrán háborút, a fiataloktól egyre gyakrabban hallom, hogy félelmük van egy harmadik világháborútól. Ez egy generált félelem, vagy egy valós félelem? Nem csak a fiatalokra áll, az egész országra jellemző ez a fajta szorongás a háborúval kapcsolatban. Itt megint valami olyasmiről van szó, amit a holokauszt helyi emlékezet kutatás kapcsán mondtam, hogy transzgenerációsan öröklődnek a remények, de a fóbiák is. És például, hogy én most milyen eleven színekkel ecseteltem azt az időszakot, amikor még nem is éltem, a 44-45-ös időszakot a családom életében. Ez óvatatlan azt mutatja, hogy én viszem tovább azokat a félelmi mémeket, hogy így mondjam, amelyeket a szüleim kialakítottak, és ezért azt kell mondjam, hogy a háború az aktiválja ezt a kulturális akkordiszt. Tehát előhozza ezeket a félelmet. Abszolút, abszolút. Azokban is, akiknek nincs okuk, mert nem éltek át háborús félelmeket. Hát biztos ismerte Virág Terészt, aki jeles pszichológusa volt ennek a területnek, és tudom, hogy hozzá például, vagy ő járt, vagy hozzájártak olyan unokák, akik a nagymamát nem is ismerték, de a nagymama Auschwitzban halt meg, és például nem gyújtotta meg a gázt, nem ment le a keleti pályaudvarra, mert a nagymamát onnan vitték el, és csak hallomás
lakásból hogy tudott nem. mindenről, és benne élt ez. Volt, hogy neki nem mozdult ki a lakásból emiatt. Így van, ezek transgenerációs pályákon mozgó átörökítések, még a betegségek is, tehát a pszichoszomatikus betegségek is ilyen értelembe véve visszavezethetők ilyen transgenerációs traumákra. És ezeket le lehet küzdeni? Tehát ha tudom, hogy bennem él egy ilyen transgenerációs történet, akkor azt mondom, hogy szembe megyek vele és legyőzöm. Hát ez mindenképpen kell egy terápiás segítség. Mert valószínűleg ezektől megszabadulni nem lehet, de megtanulni, hogy együtt éljünk velük, az lehet. Még akkor a születésnapról egy-két percben, hogy telt a 77. születésnapja, hogy valami jóról is beszélgessünk, valami szépről. Volt nagy ünnepség, nagy öröm, szép ajándékokat kapott. Nem tudok beszámolni semmi ilyesmiről. Általában véve nem vagyok a születésnapoknak a megszállottja. Azt kell mondjam, hogy észrevétlen volt. Komolyan? Nagy baráti társaságon van? Nekem nincs nagy baráti társaságom. Akkor milyen van? Hogy ünnepel, hogy él? Vannak tanítványaim, vannak barátaim, vannak gyermekeim, de ilyen értelembe véve én nem vagyok egy ilyen social animal. És mi az, ami felhőtlen boldogságot okoz magának? Ha kitalálok valamit, és megvalósítom. De ez mind ilyen tudományos dolog? Ez az élet legkülönbözőbb mondjuk területén. Főz egy finomat, vagy főzni, nem tudom, főzök bever semmit, egy összöget a falba. Nem, például a kertemben látok egy helyet, ahol szeretnék telepíteni egy bokrot, megveszem a bokrot, elültetem, locsolom, és látom, hogy a bokor megmarad, az ugyanez. Egyszerű lélek, nem ilyen szempontból. Tehát nagy dolgokra már nem vágyik? Gyönyörű autóra, gyönyörű házra, hát, fantasztikus vágynék, utazásokra. De ezekre soha nem vágytam. Nem? Nem, ilyen szempontból. De az anyagi értékeknek soha nem voltam a megszállottja. Akkor sem, amikor politikus volt, amikor látta, hogy lehetett volna egy kis turpissága belemenni. Nem ebből a fából vagyok faragva, tehát nem érdektelen. Vannak dolgok, amik nagyon érdekelnek, de azok nem anyagi jellegűek. Nagyon szépen köszönöm Csepeli Györgynek, hogy itt volt, és akkor a dedikáláshoz sok olvasót kívánok. Köszönöm szépen. Éveztem a beszélgetést.